Stabil a helyzet a tüzelőanyagokat illetően Szabadkán. A beszállítók jó ütemben tudnak szállítani, a pellettől kezdve a szénig minden megtalálható a fatelepeken. Egy köbméter akácfa 9000 dinártól, a bükk, tölgy és gyertyánfa pedig 9500 dinártól vásárolható. Aki pedig nem tudja megfizetni ezt az összeget, zsákszámra is vehet fát 450 dinárért. Ami illeti az árakat, itt az a változás történt, hogy mivel túltermelés van a szerbiai piacon a tűzifából, minden telep tele van, nagy raktárkészlettel rendelkezik, az árak kicsikét visszaestek, ami azt jelenti, hogy az októberi 12.000 dinárról most már 10.000 dinárért tudjuk árusítani. A fűtési szezon elejé magas faárak miatt sokan csak december végéig elegendő tűzifát tudtak vásárolni. Így most ismét megnőtt a kereslet a tüzelő iránt, mondták a fatelep tulajdonosok. Kétféle vásárlókör van most, tehát vannak azok, akik pénz hiányába csak máról holnapra, ugye? Tehát ilyen egy köbmétereket vesznek, azok ilyenkor intenzívek, ugye, mert tél van, meg kell fűteni, ők nyáron nem jelentkeznek. De viszont jelentkeznek az olyanok is, akik már előre gondolkodnak. Tehát érzik, hogy vagy gondolják, hogy most a legalacsonyabb az ára, úgy ítélik meg, és már jövőre készítik be, ők nagyon mennyiségű is vásárolnak. Ami a szenet illeti, Szerbiában termelt nincs a piacon. Boszniából és Montenegróból szállítják a szerbiai fatelepekre. A lignit 18 000, a kőszén pedig 23 000 dinárba kerül tonnánként.